beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Most, hogy a világjárvány izolációba parancsolt minket, különösen jól esik, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy vagyunk. A mai műsorban arra keressük a választ dr. Bagdi Emőkével, hogy hogyan érhetjük el, hogy erre a kérdésre mindannyian azt tudjuk felelni, köszönjük jól. A budapesti klinikai szakpszichológus megosztja velünk, hogy mit tehetünk azért, hogy könnyedén tudjunk átlendülni ezeken a próbatételes heteken, hogyan maradjunk pozitívak a bizonytalanságban is. Tippeket ad a mentális immunerősítéshez és a tehetetlenség kezeléséhez, valamint azt is elmondja, hogy hogyan ismerhetjük meg a személyiségünket még jobban ebben a szokatlan helyzetben. Bagdi Emőke a járvány idejére felajánlotta a szabad felhasználásra az 5 részből álló Pszichofitness sorozatát is, amely segít a negatív közérzet kezelésében és a lelki egyensúly elérésében. A hivatalos Facebook oldalán most ingyenesen elérhetők ezek a gyakorlatok. Használják a vajdasági hallgatók is egészséggel, üzente az online beszélgetésünk végén a nemzetközileg elismert pszichoterapeuta. Fogadjuk meg Bagdi Emőke tanácsát. Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Szeretettel üdvözlöm dr. Bagdi Emőkét a műsoromban. Legutóbb Emőke, amikor Szegeden voltam az előadásán, a gyászról mesélt, a gyásznak a feldolgozásáról és szakaszairól hallgattam. Nekem nagyon segített abban az időszakban, amikor édesanyám halálának a tudatával kellett megküzdenem, és utána olvastam, hogy hetente 3-4 előadást is tartott a koronavírus járvány előtt, ugye? Most, hogy erre nincs lehetősége, online ad-e tanácsokat a pácienseinek és a klienseinek? Vannak-e Skype fogadóórái? Természetesen a Skype terápiákat folytatom, úgy is mondhatnám, hogy a megszokottan végzett terapeutai munkámat folytatom, csak Skype-on. Telefonterápiát nem tartok. Ugyanolyan jók-e azok a Skype fogadóórák? Virtuálisan is el tudnak mélyülni? Egészen más. Van valami olyan sajátos lelkülete, amit csak az utóbbi időben fedeztem fel, mióta egyáltalán erre átálltam, és korábban én ezt nem műveltem. Észrevettem, hogy sokkal intenzívebb a figyelmem, és sokkal elmélyültebb valahogyan a kettőnk közötti, a páciens, kliens és köztem lévő kapcsolat, abból a szempontból, hogy jobban rezdülünk egymásra. Ez nyilván a mimika közelség ből adódik, mert egyébként mi, amikor ülünk egy pszichoterápiás térben, ugye ez egy zárt lélektani tér, ott minden a nemverbális megnyilvánulások mindegyike leképeződik, ezt tudjuk, vannak tükörneuronjaink a jobb agyféltekében, és a tükörneuronok leképezik úgy, mintha lefilmezném a másikat, úgy veszem magamba. Most, amikor ki van zárva az egyéb megnyilvánulás, tehát csak a mimikai marad, akkor érdekes módon ez felfűtődik és megsokszorozódik. És innen van, hogy egyrészt lesz egy különleges intenzitása, és abból is észreveszem, hogy utána valahogyan nagyobb igénybevételt érzek magamban. Mire gondol, hogy jobban áll, fárad? Igen, van a fáradtságnak egy pozitív, hogy ez jó volt. Ez jó volt, és akkor egy kis újt érez az ember. Ezért nagyon jó a szupervízió egyébként, ahol nem csak az a szerepe a szupervíziónak, tehát egy szakmai kollega konzultációjának, hogy be
beavatjuk esetleg terápiás nehézségeinkbe vagy kérdéseinkbe, hanem hogy tudunk ventilálni mi is. Mert hogy gondolja már el valaki, hogy csak befogadok, és átdolgozom mindazt magamban, amit a kliens teljes bizalommal rám bíz. Ennek van egy olyan lelki telítődés határa, ami után nagyon jó, ha mi is ventilálunk. Úgyhogy ez egy nagyon jól van ez fölépítve, ez az egész pszichoterápiás világ úgy, ahogy van. Hát igen, gondolom, hogy nem könnyű az, hogy nap mint nap másoknak a problémáin próbál segíteni. Biztos, hogy sokat csörög ebben az időszakban is a telefonja. Amikor felhívtam, hogy interjú időpontot egyeztessünk, úgy kellett emőkének keresgélnie a határidő naplójában. Annyira tele volt egyéb felkérésekkel, pszichoterápiás tréningekkel, kötelezettségekkel a naptárja. Egy segítőnek, egy pszichológusnak a vészhelyzet sűrű időszakot jelent? Gondolom, hogy fontos feladat elé állította most önöket ez a karanténhelyzet. Most nagyon fontos. A mi szolgáló szakmánk, hivatásunk most tudná betölteni igazán a rendeltetését. Kérem, ne értsenek félre, de mégis úgy gondolom, ma mindenkinek szüksége volna egy kis lelki megtámogatásra. Nagyon fontos szempont, hogy ugye a szekularizáció révén az elvallástalanodás azt a lehetőséget a kultúrából kizárta, hogy valaki egy belső úton kapcsolatba kerüljön magasabb erőkkel. És nagyon sokszor ebből az következik, hogy ilyen földhöz ragadt módon gyakorlatilag beletapadunk a kínjainkba, gondjainkba, fájdalmainkba, és nincs hova fölemelkedni. És az a tény, hogy a lélek valahogy szellőzködni tudjon, hát nem találok jobb kifejezést. Tehát kell, hogy mindaz, ami mindig rakódik, és telítődik a lélek, és hogy szüksége van olyan levezető csatornákra, ahol megnyilvánulhat. Ugye az ima az egy csodálatos dolog, amiről kiderítette a tudomány, hogy meditáció és az ima a két olyan nagyon különleges lelki elmélyülési mód, amelyik között lényegében az a különbség, hogy a meditáció is lehet vallási tartalommal megtöltött, hitéleti tartalommal megtöltött, de lényegét tekintve a meditáció, mint belső elmerülés, elmélyülés, amikor az ember kinyitja a vertikális csatornáját, mert hogy nem csak egy personális csatornánk van, amin keresztül a bölcsőtől a sírig mi egy életutat leélünk, hanem az ember emelkedettsége éppen abban áll, hogy mi önreflektív módon saját magunkra tudunk egy bizonyos lélektani magaslatról reflektálni. Tehát nem csak úgy van, hogy élünk bele a világba, hanem van egy olyan fajta belső munka, amelyik szembe is állít ez a lelkiismereti funkció például, ami szembeállít azzal, hogy jó, élsz, de mit csinálsz? Mi végre élsz? Kiért élsz? Miért élsz? Mit csinálsz ezen a világon? Nos, ez a vertikális csatorna nagyon-nagyon fontos, ez az emelkedettség, hogy én rá tudok tekinteni, és reflektálok a saját viselkedésemre. És úgy is tudunk reflektálni, hogy szembesítjük magunkat a magatartásunkkal, a mindennapi fogyasztásainkkal? Most itt arra gondolok, hogy akár rádöbbenhetünk arra is ebben az időszakban, hogy úgy is tudunk élni és érvényesülni, hogyha kevesebbet utazunk mondjuk, vagy tudatosabban vásárolunk, azaz fenntarthatóbban élünk, vagyis próbálunk élni. Mindenfajta előítélet nélkül most arra kérek mindenkit, bármilyen módon gondolkodik a világról, bármilyen a világnézete, hogy vajon elfogadható-e az, hogyha én az értékvilág csúcsára a szeretetet helyezem, ami azt jelenti, hogy én szeretek valakit, hogy ő szeret engem, hogy én szeretem az embertársaimat, hogy szeretem ezt a világot, amiben élek, és fontos nekem, hogy zöldüljön a lomb tavasszal, hogy nyíljanak ki a virágok, hogy a környezet, ami körülvesz, annak én adom, ami tőlem telik azért, hogy megkaphassam, amit szeretnék. Akkor a szeretet elve úgy terjeszthető ki a világra, hogy mindenre választ tudunk adni. Választ tudunk adni a környezetszennyezés bűnére is, hogy mit követtünk el az univerzummal, azzal, amelyik az éltető közegünk, és ezért valahogy kiterjed a szeretet gondolkodás révén, kiterjed a felelősségünk a világra. Mert ugye, akit szeretek, hát azért én felelősséget vállalok. És ezért azt mondhatom, hogy ahogyan ez ismert is, hogy a szeretetnek is különféle fajtái vannak,
ugye van az erosz, ha az nem volna, akkor, ahogy Hegel a filozófus mondta, akkor a világész cselvetése, hát bocsánat, de az Úristen gondoskodását, ő így nevezte a világész cselvetése, nem tudna működni, mert így ugye úgy összehozza az embereket, hogy mint mágnes a vasreszeléket úgy vonzódunk egymáshoz, ha szerelmesek vagyunk. Igen, de ez az áloka annak, hogy az életet tovább vigyük. Márpedig van egy törvény, ez az élettörvény. Az élettörvény arról szól, hogy felelős vagy az életért, magadért és másokért, vidd tovább az életet, és gondoskodj arról, hogy ezt a nagyon sérülékeny, törékeny valamit, ami az élet, védelmezd, amennyire csak tudod. Akkor Emőke azt gondolja, hogy a szeretet az, ami segíthet most abban, hogy türelmesek legyünk elsősorban embertársainkhoz és magunkhoz is ebben az időszakban, hogy a szeretet az, ami most oldani tudja a bezártságból fakadó frusztrációnkat? Ha az élettörvényt tekintenénk az létezésünk alaptörvényének, és hogyha a csúcsára valahogy a világnak a szeretetet tennénk, ami az eroszon kívül még az agapé is, az agapé, ami azt jelenti, hogy a szeretetnek egy néha fájdalmasan nehéz formája is, egy olyan típusú szeretet, hogy én akkor is szeretlek, ha te nem vagy szeretetre méltó, mert ez a megpróbáltatásokat, gyűrődéseket elviselő szeretet. És még mindig van egy olyan szeretet, ami ugye a fele baráti, az a fajta szeretet, amit mi érzünk az embertársaink iránt, amiből következik, hogy mi mindenütt, ahol csak megszólal bennünk a génjeinkbe pakolt, a sejtjeink memóriájába pakolt segítőkészség, altruizmus, ahol megszólal az, hogy segíts rajta, segíts kérlek, segíts a másikon. És amikor ezt a belső parancsot megérezzük, akkor tulajdonképpen teljesítjük ezt a harmadik fajta felebaráti szeretetet, ezt a tulajdonképpen a világ szeretete, mindenki, aki embertársam, és minden élőlény iránti szeretet. És abban a pillanatban, hogy valaki nem érzi, hogy szeretve van, és hogy valakinek szüksége van az ő szeretetére is, rögtön elértéktelenedik az élete? Abban a pillanatban, és itt visszatérek a kiinduló gondolathoz, hogy az ember nem önmagáért élő, hanem a másikért, és minél inkább be tudja teljesíteni, hogy a másiknak ad, annál többet kaphat. És ezért például, mikor ugye sok párterápiás helyzetben azon gondolkodom, Istenem, hogy is van az, hogy nem látható be, nincs az az érzés az emberben, hogy én nem kérhetem a másiktól, hogy változzon meg, mert úgyse fog, biztos, hogy nem fog, borítékolom, de azt adhatom neki, azt az önzetlen szeretetet, hogy nézd, nem bánsz velem jól, de én akkor is szeretlek, és mindenképpen szeretlek. És ezért ez a akár megszenvedett szeretet is, ami létrehozza a másikban azt a fordulatot, hogy képes viszonozni, képes rám figyelni, mert megszólal a lelkiismeret, már Istenem, akiben ugye van lelkiismeret, mert az is egy fontos dolog, hogy az beépüljön a lelkiismeret, és kibontakozzon. De azért azt kell mondjam, hogy minél inkább materiális alapon fut az élet, tehát az anyagi javakért való küzdelem, és nem emelkedünk egy kicsit is magasabbra, ez egy nagyon problematikus dolog, hogy lesz-e lelkiismeretünk. És az is egy jó kérdés, hogy most van-e lelkiismeretünk a jelenleg kialakult helyzet miatt. Azt gondolom, válságban vagyunk most világszerte a járvány miatt. Mit gondol Emőke, hogy ez a szituáció lehetőséget ad-e az emberiségnek, hogy helyrehozza azt, amit a mondjuk az elmúlt évtizedekben rontott el? Hát voltak nagy gazdasági világválságok 2008. Na de most is itt állunk a küszöbén. De most egy másfajta helyzetről van szó. Valami figyelmeztetés történt. És erre a figyelmeztetésre nekünk nagyon oda kell figyelni. Először jött egy olyan, ami az elmúlt évben magas hőfokon zajlott a világban, környezetszennyezés. Megkárosítottuk az univerzumot. Létfeltételeinket elpusztítottuk. És akkor valóban olyan szinten indult meg egy ellenhatás, hogy most tegyük jóvá, amit elrontottunk az elmúlt évtizedekben, hogy próbáljunk meg felelősséget vállalni az univerzumért. És miután ez megtörtént, még alig zajlott,
közben a nagy természeti katasztrófák nagyon arcul ütöttek súlyosan, hát már kezdődött ugye a cunámikkal, és aztán kráterekből kitörő vulkán aktivizálódó tevékenységet sorolhatnám, hogy milyen károk értek minket, figyelmeztető károk. És aztán, ahogy mindezek, ugye a természetnek ez a háborgása és konfrontációja, amire mi ugye ilyen kétségbe esett válasszal próbáltunk, igen, mentjük a menthetőt, szénmonoxid, széndioxid szint csökkentése, és így tovább. Most ezek már ilyen kétségbe esett vergődő próbálkozások, de most viszont egy attól súlyosabb konfrontáció következett be, mert egy láthatatlan ellenséggel állunk szemben. Nem tudjuk, ott van a hátunk mögött. Nem tudjuk, hogy a nyila mikor ér el, és nem tudjuk, hogy a mi egyedi, individuális szervezetünk hogyan reagál erre a nagyon is életveszélyes vírusra. Abban a tudatban, hogy harcolunk egy, ahogy mondta is, láthatatlan ellenséggel, hogyan tudjuk a lelkünk egészségét megtartani? Mit gondol? Most ugye a lélek megtermed ilyenkor. És az a kétségbeesés, hogy nem tudod, hogy ki ellen kell harcolni, azaz, hogy tudnánk, mert tudjuk, a vírusnak a neve megvan, csak a nevén kívül bajmi kevésre jutott eddig az orvostudomány minden igyekezete ellenére, és hogy egyelőre úgy is mondhatnám, hogy úgy tűnik, hogy nincs egészen biztos gyógymód, mert nagyon nehéz kimutatni a fertőzöttséget, és a láthatatlan ellenség itt kószál, nem tudhatod, mikor szippantod be, és hogy én nem akarok senkit riogatni, sőt, inkább arra szeretnék mindenkit rábeszélni, hogy egy kicsit mélyedjen el saját magában, és vizsgálja meg, hogy hogy van ő az egész életével, milyen felelősséggel él. Most van a felelősség első számú próbatétele, nem is kívánok tőle többet, üzeni az univerzum, vagy ahogy akarjuk, csak az, hogy tett próbára, hogy meg tudod-e állni, hogy embertársaid és saját életed érdekében ne menj a közösségbe, különülj el, de mit csináljak, ha elkülönültem? Nézd magadba, és tarts önvizsgálatot, és nézd meg, hogy hogy állsz a világban, válaszolj olyan kérdésekre, amiket, ha magadnak nem tettél fel, most kötelező, hogy feltedd. Akkor azt hiszem, hogy ez egy jó időszak az önvizsgálatra és az elmélyülésre. No, de ön szerint mi kell az ember boldogságához? Első tétel, 75 évig folyó longitudinális vizsgálat a Harvard Egyetemen, amely azt üzeni, minden egyes generáció újravizsgálásakor kijött, hogy az egészség, a hosszú élet és a jólét, hogy jól érzem magam a bőrömben, az a három dolog mitől függ? A párkapcsolattól, a szeretett kapcsolattól, a családtól és a baráti körtől. Ez tehát személyes tényezőktől. Akkor most nézzük meg, 24 óra. Mennyit adtál arra, ami a boldogságot hozza? Mennyit? Számoljunk el! És akkor szánalmas, hogy mi jön ki. Hogy pár óra a széthullóban lévő családra, mert nincs összetartó erő, nincs kohézió, mert az, aki a, hogy úgy mondjam, védelmi falat építi a család köré, a család főfolyvás dolgozik. Mikor építse ezt a falat? Haza kell vinnie a mamont, a pénzt, azért, hogy a család meg tudjon élni. De már a feleség is bekapcsolódott ebbe. Ennek következtében az a családi fészek tűz meleg, ugye, ahogy szoktuk mondani, de ami a nő feladata. És hát így vagyunk idegrendszerileg is teremtve. Hát miért a jobb agyféltekénk erőteljesebb, az érzelmi agyunk. A férfinek meg miért a bal agyféltekéje? Azért, mert a kettő együtt, mint yin és yang, mint nap és hold, nappal és éjszaka, egy teljes egészet alkot, és így volna harmonikus a világ, amely be ebbe a fészekbe aztán gyarapodik az élet, beleszületik a gyerek, beleszületnek a gyerekek, és akkor teljesítettük az életparancsot, tovább vittük az életet. Nos, én nem mondanám tovább mindez azért, mert olyan jó volna, hogyha mi együtt gondolkodnánk azon, hogy hogy is vagyunk most, és talán egyetért, hogyha tennék egy javaslatot, igen, hogy nézzük meg, hogy a lelki egészségünk hogy áll most. Mit gondol erről? Hú, hát én például igyekszem nap mint nap tudatosan tenni azért, hogy a lelki egészségem rendben legyen. Azt érzem, hogy például az segít, hogyha napi rendet vezetek be, beosztom a napomat, óra rendem van, meg az is jót tesz, hogyha arról álmodozok, hogy mit fogok csinálni a járvány után,
hogyha ez az egész lezajlik, és például a barátnőimmel rendszeresen eljátszuk, így videócseten keresztül, hogy melyik cukrászdát fogjuk legelőször meglátogatni, és pontosan milyen ruhát húzunk majd fel a sütizéshez. Tehát próbálom így abszolút átkeretezni a negatív gondolataimat pozitívakká, jövőbe látókká. Én nagyon örülök annak, amit mond, mert ez már a pozitív pszichológia hatása az életünkben, és valóban mentőövnek tekinthetjük. Optimizmus, előretekintés, derű, reménység, hit, a jövőkép építése. Hát ezek olyan alaptételek, amikhez a szervezet is igenlőleg odaáll, mert ha mi pozitív gondolatokat indítunk magunkban, és előretekintünk, és bizakodunk, és minden napnak megtudjuk a saját használatot valahogyan állapítani, hogy hasznos vagyok azzal, hogy és akkor most a családban, most aztán pótolhatok sok mindent, most akkor szeretgethetem kedvemre a gyerekeimet, most foglalkozhatom velük, most tanulhatok velük együtt, most együtt lehetek, hát kivéve a nagymamákat, akik csak távszeretetet tudnak most produkálni, és meg vannak picit fosztva, de hát majd helyreáll az egyensúly, mindennek helye rendeltetése van az életünkben, és ezért nincs túl sok aggodalomra ok, addig, míg a lélek erős, és bírja magát, mert egyszer béke lesz, de tarts ki, addig lélek védekez, mondja Radnóti, és nagyon szeretem ezt a két sorát, de tarts ki, addig lélek védekez. Igen, a jelenlegi helyzetben azonban minden derűlátásunk ellenére, és én erről szeretnék még valamit elmondani, adva van egy természetes biológiailag indított reakció. Hogy néz ez ki, hogy minden olyan helyzet, amikor mi bizonytalanságban vagyunk, még a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan, mondja egyébként a stressz törvény, nem tudjuk igazán, mert most tudjuk, hogy mitől kellene tartani, nem tudjuk hogyan. Tehát nem, a bizonytalanságot, hogy nem tudjuk a védekezésnek a módját. Igaz, hogy most megmérettetünk, hogy elég fegyelmezettek vagyunk-e, hogy amit tudunk arról, hogy hogyan védhetjük magunkat és másokat, betartjuk. Na most ez már egy nagyon jó pont, de valójában olyan magas feszültségszint van akarva akaratlanul, ami már mint feszültség negatív stressz, mert nem tudott föloldani, megoldani, nem találsz igazán fogózót, ezért sajnos lehat a testbe, és a küldött gondolatnak megfelelő belső biokémiai és idegrendszeri folyamatok ugye lezajlanak. A rossz stressz az férfiaknál, ahol nincsen eléggé adva a szellőztetési lehetőség, mert kevéssé beszélnek, de sokkal inkább agyalóak, balagyfélteke dominánsak, nem tehetnek róla, ez a természetükből adódó jellegzetesség. Na hát náluk azzal a veszéllyel jár, hogy a szervezeti bajok, testi bajok, pszichoszomatikus betegségek azok, amelyek szív- és keringési zavarok, ilyesféle, amik felüthetik a fejüket, vagy ha már voltak is, akkor hangsúlyozódhatnak. Na most ezt azért kell ilyen nyíltan kimondani, mert mi ellen védekezzünk a saját gyöngességeink ellen. Ha tudjuk, hogy mi ilyenek vagyunk, akkor nagyon meg kell találni azokat a kiutakat, ahol egy férfi lélek is úgy tud szellőztetni, és úgy tud egy olyan fajta megkönnyebbülés lelkiállapotába jutni, hogy ne az legyen, hogy mindig csak egymásra, mint a földrétegek, egymásra halmozódnak a nehézségek, mert nyilvánvaló, hogy egy szinten telítődés jön létre, és nehogy robbanás legyen. Most hát ilyen női oldalon a jobb agyfélteke dominancia következtében, ugye a kedélyzavarok, a depresszió, a hangulatzavarok, és azok a fajta szorongásos betegségek, vagy esetleg csak mondjuk azt még nem betegség, de szorongásos tünetek nagyon erőteljesek lehetnek, mert mi inkább ezen az oldalon, a jobb agyfélteke dominancia révén, ezen az oldalon vagyunk esendők és gyöngébbek, és hogy ezért nagyon-nagyon fontos ennek a belátása, hogy mi ezért vállaljunk felelősséget. Na most hát ugye nem véletlen, hogy az amerikai kultúrából átjött és nagyon is elfogadható egészségpszichológiai szempont az öngondoskodás. Hát ha más nem törődik úgy velünk, akkor muszáj magunkért is felelősséget vállalni. És a felelősségvállalást ott kell kezdeni, önmagunknál kell kezdeni. Ahhoz, hogy én valakit
kérjek felelősségvállaló magatartásra, nekem kell élen járni, és nekem kell először jó példát mutatni, mint ahogy a szeretet kapcsolatban is, hogy nekem szükségem van a te szeretetedre, jó, majd ha én adom neked, akkor elvárhatom, hogy te is produkáld, mert hogy nem úgy vagyok a világban, mint egy királynő, hogy rám sugárzik minden szeretet, és nekem nem kell érte adnom semmit, hanem az ember szolgál, szolgálat, mert az élet a szolgálat, ahol amim van, abból adok a másiknak, és csak akkor kaphatok, hogyha én elegendőt adtam. És a szeretet az olyas valami, most ez nem cserekereskedelem, hanem érzelmi állapot, amiben ha én adok magamból, az megsokszorozódik. És a szeretetnek van egyes egyedül olyan tulajdonsága, hogy minél többet adsz, annál többet kapsz, és minél többet adsz, annál többet lesz magadnak is, mert újra termelődik. Most, hogy így hallgattam önt, csodálva, és így azt érzem, ez a beszélgetés is stresszoldó, és amikor olvastam például az Utak önmagunkhoz című könyvét, meg amikor hallgattam az előadásait, mindig úgy tűnik, hogy rendkívül pozitív a személyisége, és hogy egy olyan ember, aki mindig pozitívvá formálja a környezetét is maga körül, aki nem mereng az akadályokon, aki nem fél, folyton mozgásban van, előre néz. Most ebben a szituációban, ebben a járványhelyzetben is meg tudja őrizni ezt a kirobbanó energiáját? Én nem tudom, hogy ez kirobban vagy sem, én csak élek úgy, ahogyan az egész hitvallásom is megerősít ebben. Azért ehhez csak személyesen mondom, mert ez hozzátartozik egy önvallomáshoz. Én hívő vagyok, és nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a világban fontos, hogy megszülettem, feladatom van, amilyen képességeket kaptam messze menően, adnom kell, adnom magamból, amit csak tudok, ezért nem habozok, és nem latolgatok. És tudom, hogy a cselekvés az, ami fontos, mert a szeretet maga is cselekvő természetű. Tehát mivel tudom kifejezni azt, hogy szeretem a másik embert, vagy szeretem a szeretteimet, ahogy szoktuk mondani, hogy jót teszek velük, hogy adok, és adok mindazoknak, akik elfogadják. És akkor is adok, ha kritikát kapok, akkor is adok, ha bántanak, akkor is bár milyen körülmények között, és ezzel én úgy érzem, hogy a saját életküldetésemet megvalósítom. Sokféle érvényes filozófia van, de újra csak folyamodom a boldogságpszichológia azon üzenetéhez, Szonya Lyubomirsky, Hogyan legyünk boldogok című könyve, magyarul is megjelent, amiben ott van, hogy ha nincs életfilozófiád, kérlek, akkor fogalmazd meg, kérdezd meg, honnan jöttem, hová tartok, mi a dolgom az életben? Csak annyi, hogy lettem, éltem, élveztem az életet, majd pedig megsemmisülök, vagy van-e valamilyen elgondolásod, ami más? Senki nem magyarázhatja be neked, hogy higgyél, csak te saját magad dolgozhatod ki magadban. Ehhez neked fel kell emelkedned a konkrét materiális létből az önmagadról való gondolkodásra, milyen önmagadról a képed, önmagadról és a világgal való kapcsolatodról, és milyen az egész életről, az univerzumról alkotott képed. Mit gondolsz erről? És ha ezt kiformáltad, ez a te hitvallásod, ez a te meggyőződésed, és ha ateista vagy, akkor ez a te hited, ha magasabb erőkben hiszel, akkor az a te hited, de egyet ne felejts el, hogy a te hited megtart téged. Ez a tétel univerzális. Gyönyörű szép végszó. A hallgatók nevében is köszönöm szépen dr. Bagdi Emőkének a tanácsokat. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára hasznosak a pozitív gondolatai. Jó egészséget kívánok, és vigyázzon magára!
olvassak neked valami szépet. A szemeimhez beszélj, a homlokomhoz, egyenesen a szívemhez beszélj.